ellátási miniszter nyitotta meg. Minden a szavakkal kezdődik. Nem a vagonajtó csapódása, nem a csendőrök káromkodása, nem is a megkínzottak jajveszékelése. Nem ezek az első hangok. Kultúrát urak, politikusok, újságírók, közgazdászok, statisztikusok választékos szavaival, gördülékeny mondataival kezdődött minden. Újságcikkekben, könyvekben, tanulmányokban leírt, politikai gyűléseken tartott beszédekben, könnyen emészthető, minden bajra magyarázatot adó gondolatmenetekkel, a káros zsidó befolyásról, a magyar életerőt elszívó idegen parazitákról. A deportálás nem a vagonokkal kezdődik, éppen ellenkezőleg. A magyarországi pályaudvaron 1944-ben álló vonat az utolsó előtti stáció, az odavezető úton az első lépést az embereket faj alapon megkülönböztető ideológia elfogadása jelenti. Nehéz megérteni, hogy a magyar állam megtagadta, meghurcolta, kifosztotta és a halálba küldte sok százezer polgárát. Hiába a több ezer, talán több tízezer bátor ember, aki életét is kockára téve mentette az üldözötteket, mégis nehéz feldolgozni azt a tényt, hogy a magyar társadalom többsége passzívan nézte honfitársai kálváriáját, és sokan boldogan csaptak le a zsidó javakra is. Nehéz felfogni, hogy ami történt, nem néhány bűnöző magánakciója volt, hanem egy hosszú folyamat betetőzése, amelyért felelős a magyar politika jelit, az értelmiség és a társadalom nem elhanyagolható része. Most 60 évvel később emlékezni jöttünk. Amiről nem lehet hallgatni, arról beszélni kell. Nyíltan és szabadon beszélni. Mondjuk tehát el, hogy mi történt 60 éve Magyarországon. Mondjuk el gyermekeinknek, a következő generációknak, hogy 6 évtizede magyarok üldöztek, aláztak és gyilkoltak meg magyarokat egy gonosz és értelmetlen ideológia alapján. Én is elmondom majd a lányomnak, hogyha képes lesz felfogni azt a rettenetet, amelyet Auschwitz jelent, hogy dédapjának rokonai, Özsi néni, Margit néni férjeikkel együtt szintén itt pusztultak el Auschwitzban. Mindannyiunknak meg kell ezt tenni azért, hogy azok a bizonyos kódolt, vagy egyértelmű szavak soha többé ne vezethessenek a vagonajtó csapódásához. A nemzeti emlékezetnek legyen kitörölhetetlen eleme, hogy a holokauszt magyar tragédia, hiszen minden tizedik áldozatát, azaz jóval több mint félmillió magyar zsidót és romát magyar állampolgárként öltek meg. Soha ne feledjük, hogy a legnagyobb náci megsemmisítő tábor minden harmadik áldozatát a náciknak segédkező magyar kormány parancsára a magyar hatóságok deportálták Magyarországról. Auschwitz-Birkenauban nincsenek sírok. Mégis ez a hely történelmünk legnagyobb magyar temetője. A kiállítás egyébként az auschwitzi tábor 18-as blokkjában található. A ma meg...